Év eleje óta minden hazai kórház sürgősségi osztályán működik a triázs rendszer. Ezt minden intézményben zökkenőmentesen sikerült bevezetni azért, hogy egységes szemléletben történjen a betegellátás, mondta EGRI ellátogatásán dr. Horváth Ildikó, az EMMI egészségügyért felelős államtitkára. A művelet elvégzése garantálja a magas kockázatú betegek kiemelését a kevésbé sürgős ellátást igénylők közül. Azok a szakértői vélemények, szakmai tapasztalatok, amelyek azokra alapultak, ahol már kórházakban több évvel ezelőtt is triázsrendszert biztosítottak, végeztek, a külföldi tapasztalatok is egyértelműen azt igazolták, azt mondatták, hogy ezt érdemes egységesíteni, és érdemes minden kórházban egyformán bevezetni. Úgy látjuk itt az elmúlt egy hónap tapasztalatait, hogy valóban sikerült január 1-jel az az átállás, hogy a triázsrendszer általánosan használtá vált Magyarországon. Ebben a betegek elégedettsége és a benne dolgozók elégedettsége is nőtt. A rendszer kialakítására 667 millió forintot fordított az állam. Az új sürgősségi ellátási rendszer az EGRI kórház életében nem jelentett újdonságot, mondta a Markóth Ferenc kórház főigazgatója, ugyanis ezt a rendszert ők már 2013 óta alkalmazzák. Ez azt jelenti, hogy amikor megérkezik a beteg akár saját gépjárművel, akár mentőszállítottal, egy nagyon nagy tudású, nagyon képzett ápoló csapat fogadja, őket úgy hívjuk, hogy triázsápolók, triázsápolónők, és ők kikérdezik a beteget a panaszairól, alapvető vizsgálatokat elvégeznek, vérnyomás, pulzus, légzésszám, oxigéntelítettség vizsgálatokat elvégeznek, és a panaszok és ezen első vizsgálatok alapján megállapítják, hogy milyen besorolásba kerül a beteg, azaz, hogy az orvosi ellátás kezdetéig mennyi időt kell neki várakoznia, ez 15-30-60 vagy pedig 120 perc lehet. 2018 május óta egy egyedi informatikai rendszer is segíti a munkát. Úgy ítéltük meg, hogy a beteg útszervezés, a beteg tájékoztatásban van vannak még hiányosságok, ezeket már úgy mondhatom, hogy csak voltak hiányosságok, mert igen, egy egyedi szoftvert, informatikai rendszert indítottunk el májusban. Ennek köszönhetően minden beteg írásban, a triázsolás után írásba kap egy A4-es lapon tájékoztatót, hogy ő milyen besorolásba került, mikor fog elkezdődni az ő orvosi ellátása, és ez megnyugtató az a betegek számára, illetőleg, ami nagyon fontos, hogy a rendelőkben is látják az orvosok, adminisztrátorok, asszisztensek, hogy hány beteg és milyen súlyosságú beteg várakozik ellátásra. A sürgősségi osztályvezető főorvosa azt is hozzátette, a rendszer a betegbiztonságot is elősegíti, ki tudják emelni a súlyos eseteket a kevésbé súlyosak közül. Kiszámíthatóbb a betegek helyzete, amire szükség is van, hiszen egy-egy nap 110-130 sérült érkezik az osztályra.